sziasztok! Most egy közös videót elkészültünk Arati Balázssal. Közös videó. Meg szeretném most említeni Dánfoki üdülőközpontot. Békés Dánfoki üdülőközpont robotában foglaltuk most ezt a videót. Így van. És gyakorlatilag azért vagyunk most itt. Na, megyünk így. Megoldjuk a helycserét. Persze, képbe maradj Zoli, ez a lényeg. Így. Zseniális. Szóval azért vagyunk most itt, mert én jó magam, sziasztok, Arati Balázs vagyok, és óriási nagy Videóinfo 1 és Elek Zoltán rajongó vagyok, éppen ezért felkerestem Zolit az elmúlt hetekben, szeretnék vele készíteni egy közös anyagot, egy közös videót, amit ő boldogan elfogadott, úgyhogy most itt vagyunk, bejöttünk ide békésre, borzasztó meleg van, borzasztó meleg, biztos. De ez nem segítségünket. Nem segítségünket. Úgyhogy én leszek ma a segítője Zolinak, de nem szeretném a rivaldafényt ellopni, nem is tudnám, úgyhogy előre, és tiéd a szó, Zoli. Akkor menjünk tovább. HTR-be, és nem is tudom, hogy kérdez a... Ott is megy a forgatás? Megy a forgatás, csak hétköznap, csak most ugye hétvégén van idő, és azért itt nézve ma. Akkor csak azért van, hogy most egy amatőr forgatás. Hát, ha úgy veszük, igen. De annál nagyobb élvezet. De nagyon nagy tisztelet, hogy fogadhatunk Arati Balázst. Én csak egy Jotment rajongó vagyok, aki szerencsésen most bekerült egy kicsit az adásba. Barátok köz. Hát én most újra megkeresni, mert én is rajongó lettem a Barátok köz filmnek. Szapahobáról mondjuk. Hát igen. Igen, Zoli most kezdte el nézni gyakorlatilag a találkozásunk kapcsán. Na, és akkor most meséljük el a nézőknek, hogy mi lesz a mai program, nem? Igen, el kell mesélni. Most szalonnál sütünk. Itt a Dánfoki üdülőközpontban. Ha megengedték a forgassuk, akkor már megengedték, hogy sütetünk szalonnál. Van kijelő hely, akkor megsüssük szalonnál, de most következő először ajándék átadás. Így van, mert hogy kiderült, és ez most derült egyébként ki, hogy Zoli is készült egy kis ajándéka az én számomra, és én is készültem. Egy békési ajándék. Mégis békési vagyok, ha már nagyvárosi hiességet tudok fogadni. Hát, erről is köszönöm szépen, lássuk, aztán megnézzük majd a dolgokat. És már, ja, és ugye a tűzlerakó is készen van. Megvan minden. Illetve Zoli nagyon készült, tehát ugye bevásárolt, külön faragott már nyársakat előre, mert én egyébként úgy gondoltam, hogy itt megcsináljuk közösen, ez biztos jó lett volna, de szerintem ez így is. Jó, nem akartok természetet. És milyen igazad van? Természetet, mégis azt a üdülőközpontban éjjel akar hagyni, nem akartam egy fát se kivágni, egy gálya se. Hát igazad van. Mégis nem kéne rongálni jobban a természetet. Nem, abszolút nem. Azt mondom, egyébként rongálva van. Igen. Mi is teljesen annak a pártján vagyunk, a barátaimmal, meg mindenkivel, hogy figyeljünk ezekre a dolgokra, meg tök apró. Na, jó lett volna tényleg itt felvágni, máshol elkészíteni, itt mégis vágok itt valamit, itt gajakom, és tudom, itt biztos nem engedték volna meg. Aha. Na, ne is nyugodjunk hozzá, rosszunk el mások a környezetét. Igen. Na, meg is érkeztünk. Szerettem volna elkészíteni veletek a nyásot, vagy botokat, de nem akartam így a üdülőközpontban egyetlen fát nem akartok kivágni, valahol mégis vigyázzuk el a környezetünkre. Így van, teljes mértékben egyetértünk. És az egy külön jó dolog, hogy Zoli tényleg készült, és ő maga csinálta meg a nyársokat. Mert nektek is lennünk Budapestről, kis időbeteim, mert mi plusz munkát nem akartatunk nektek adni. Igen. És akkor lényeg, ami lényeg, amit most csinálni fogunk, ugye szalonnát sütünk. Vagy ezt már elmondtuk már? Én nem tudom már, vágunk oda-vissza, vagy elmondtuk, vagy nem. Lényeg a lényeg! Az, hogy sütögetünk. Így van. Te kis baki is nem kell. Nem baki, nem baj, itt mi most nem arra utazunk, hogy tökéletesen. És vártam Balázsot, megtisztelt, ahol eljön meglátogatni, készültem neki egy békési ajándékkal. Azt a mindenit. Békési pálinka certum. Békési pálinka főzőből, békési DAT-től vettem. Mégis meglepő Balázs a békési ajándékkal. Hát nagyon szépen köszönöm, Zoli. És akkor én is hozadnám ezt az ajándékot, ezt mi közösen csináltuk a barátaimmal. Mondtad is, hogy nincs elég póló, úgyhogy csináltattunk neked egy ilyen külön Videóinfo 1-es pólót, az meg igen. Nekem is. Úgyhogy most már van egy egyen pólónk Zolival. Az igen. Úgyhogy
Az igen, tényleg nagyon jó. Ez nagyon, nagyon szépen, köszönöm szépen. Hát én köszönöm az ajándékot. Jaj, várjatok, de hoztunk még egy üveg bort is. Na, megyünk tovább. Most már előkerült a bor. Ezt én hoztam ajándékba. Még egy kis rozé, ha mégiscsak valami, ami csapcsul szól le. Igen. Persze, inkább legyen minden. Nagyon szépen köszönöm. Egy jó vacsorán megöszönöm, egy jó főzéssel. Így van. Köszönöm szépen, Balázs, nagyon szépen. Hát mi köszönjük a lehetőséget. Most már átvettük gyorsan a pólót is. Pólót is átvettünk. Hogy mehet akkor a főzés sütés. Mehet a videó info főzés sütés. Ez az. Már eljöttünk itt, akkor nyáshosszú sevenet fogunk sütni. Először elkezdtük papírt. Kukorlejé is. Ebben én segítek. Balázs segít. Így van. Én elkezdett törni a gajakat. Hát kicsi tüzet is elő kell készíteni. Gyakran szok fel te tüzet rakni? Hát már régen raktam tüzet. Folyára? Hát jó pár éve. Remélem még megy. Hát reméljük. Hú. Nem tudom, kartonpapírra fog is menni. Most majd bejön a nap. Hát nem fogunk fázni, az biztos. Hát biztos nem. Kutya meleg van. Jó kifosztuk. Hú. A fogatás. Hát figyelj. Tét is árnében vagyunk, mi lenne, ha teljes napon lennénk. Szóval tényleg. Na várj. Jó, van ez a száraz gajok. Jó lesz az. De kincs, hogy dúlad meg? Jó lett volna a forgás. Itt akkor egy putyig megi egy próbát. Uh-huh. Hát figyelj, még dobjuk fel ezt a maradékot. Persze. Csak így. Ha már itt vannak ezek a kis gajocskák. Jó van. Dobjuk el. Szerinted dúlcsuk meg elő. Azt mondod, gyújtsuk meg el. Jó. Akkor legyen úgy. És utána pakoljuk rá. Igen, ott nagyon nagyon le fogja súrozni. Jó. Nagyon nagy tűz lesz. Jó, meggyőztél. Akkor gyújtom. Gyújtott van. Jó, Isten. Jó napot választottuk tanásütésre. De így is örülök, össze tudtuk hozni ezt a találkozót. Hát még én hogy örülök, csak kicsit én eltettem ezt ide be. Ez gyulladni? A karton amúgy. Lehet, hogy újságpapírra jobban jártunk volna. Abban biztos. Valami lesz, csak nem biztos, hogy tűz. Azt hát... Nem tudom, és feltár segíthet. Necces, neccesnek érzem a dolgot. Nem tudom, egy kartonpapírra nem tudottam tűzet. Ja, nem biztos, hogy jó ötlet. Na jó, tehát egy oldalról már elindultunk. Elindultunk, most csak még csak alakul valami. Jó, jó, jó. Tapáljunk fölé, csak egy kicsit kapja meg. Induljon el egy vonalon. Úgy van ilyen... Jó, hát ez egy már könnyebb lesz. Jó, csak jobban fog menni. Hát, profi tűzrakók nem vagyunk, de azért megoldjuk valahogy kicsit. Szétégettem a kezemet közben. Rakok egy kicsit. Én azt, aha, persze. Jó lesz. Jó, jó már. Szép lassan. Fog az aggódni. Jó van. Most hogy dobjuk oda, hát ha valamit. Aha. Az, ami ide be van közben. Figyelj már, itt már. Aha, alakul. Elkerülhetetlenül tűz lesz ebből. Csak ott alá is kéne még egy kicsit. Erről az oldalról. Van még ebből a zseni papírból? Jó, az lehet, hogy itt jön. Egyfaján megkapja, már fog az menni. Ez azt mondom, hozzá vagyunk szokva, indúciós sütők. Nem mind indúciós sütők. Ah, fog az menni. Arra még egy kis, valamit tegyünk egy súlyt. Így akármilyen. Aha. Na,
elindult ez. Elkezdhetjük pakolni, nem most már? Hogy mondjuk várjuk egy kicsit? Várjunk. Akkor kiveszed. Hogy bírod ezt a meleget? Valami meg hosszú vetyába. Bírod? De jó. Jó. Már reggel jól megcsipkedtek a szúnyogok. Igen? Mikor vártam a gályokat. Nyáskálatok. Mégis volt most a héten forgatás. Kint. Éjszaka, amikor ugye lement a napoltán jelent, akkor... Éjszaka jelent? Hát volt éjszakai jelent is, akkor forgattunk este, megérkeztek az, hogy a nálat. Mehet? A szondod? Jó van. Akkor én is neki veselkedem. Szépen. Akkor azt hiszem, hogy kicsi vágó, nem? Persze. Erre is majd megindul. Na, végül csak... Csak sikerül. Sikerül. Az már nincs így sehol konnettó, indukciós sütőt tudjak használni. Nem, ez most így. Hát még ott is tettünk. Ne polni kell fával, polni. Micsoda? Polni kell fával. Forroljuk? Forroljuk, azt mondom. Jó. Elég lesz ennyi parázs? Hát, oda egy rögöt még azért bedobok egy kisebbet, és akkor még egy. Jó, gondolom. Gondolom már. Ugye tűzjelenetek is szoktatok fogadni? Micsoda? Tűzjeleneteket. Van, persze. Valamikor jönnek pirotechnikusok hozzá, és jó. Akkor úgy forgatunk. Ott a mi anyagot, azt vigyük egy kicsit erre, hogy megfogadtunk. Jó, hát. Hát na. Akkor. Ez ég. Ég. Várjuk meg a páros legyet. Persze, hát most addig még nincs értelme sütögetni. Azt hiszem, hogy arra fúj a szél, hát ilyen ide is. Jobban érzem, hogy lehet tűzoltok kicsit közelbe. Hát van, hoztunk, van víz meg minden. Tehát akkor meg fel van készülve itt a személyzet is. Természetesen. Na gyerekek. Kés, milyen késekkel ez? Uh-huh. Teljesen mindegy, Zoli, én bármelyiket felvágom. Hát, hogy ennyi szalonnák? Ennyi hosszal. Azt a mindenit. Én felkészültem rá. Ennyi. Jó van, vágod, ez kell nincs, de az itt natúrba az asztalon. Hát sem, hogy be az nem. Kenel, minden hoztam, de... Feltűnteníti majd a tűz. Tűz. Így van. Nem van, akkor adok ilyenekből, azt ezen vágjuk fel, nem? Karikákról ilyenek. A szalonnal tegyük ki. Mindenképpen. Na mind a tűzút is feltölteni. Így van. Ja, kettőkkel. Vagy jó húsos szalonnát tettem. Igen? Helyes. Segítsek valamit. Hogy akkor vágja be a közepét, igaz? Itt. Aha. Vágod addig a szalonnát? Mi a szalonnát? A pusztalanyjá hogy van? De lehet leülök addig. Mit szólsz? Jó. Jó. Jó van. Na, nem üsz le Zoli addig, nem kényelmesebb? Leülhetőd csak. Elég lesz, vagy hogy legyen, Zoli? Elég lesz, ami... És úgy belerakod? Így belerakod. Majd... Hoppá! Hoppá. De ezt mutassuk majd a kamerába is, hogy csinálod. Jó, közel. Hogy kivágod ilyen barázzákat, és akkor jó, legyen. De akkor mutasd, mert te vagy mégis csak ennek a...
az atya, én csak itt próbálok követni. Jó, nagyon túlmertem. Azt hiszem, többen is tetsz, hogy egy is tetsz. Elég annyi? Szerintem. Jó. Egy is készült. A sárom párat is hagyd, nem tudtuk eltenni. Hát de lejjebb tudjuk azt még szúrni, nem? Nem tudom, oké. Jó. Na, vágjunk, hogy adok hagymát, vágd fel ezeket így valahogy. Hozzáig. Tudom, paradicsomot is még már, de... Így vágja fel? Ahogy szimpatikus. Na, ez volna tehát, hogy is hívják is. Hm? És gyakran jársz ki ide, Zoli, amúgy? Nem. Cégkel keresztül voltok így, mikor ünnepelte a cég a 10 éves születésnapját. Igen. Az, akkor jöttük ki. Akkor gondolkodtam el, hogy hol kell is a helység, hozzá nem tudtam kelléten fogadni túl a téggel. Te várj, ez nekem annyira nem megy. Ez az valami nekes, jó? Szét fogom szúrni a kezemet maximumra, vagyok jó. Azért nem tudom rátenni a hagymára, hogy csinálni. Ha? Jó. Akkor lehet, hogy előbb a hagymával jobban jár, nem? Hagymával? Azt vetek be? Hm? Csenem áll meg. Átadom most a terepet, addig én vágok még itt hozzávalókat. Jó. Hagyma nem áll meg. Hagymás. Megsüle. Holnapot fogtok ki forgatásra. Hát nem baj, itt tamponálgatok szépen. De mindegy, ez a fontos, hogy össze tudtuk hozni. Igen, hetek óta próbáltuk leszervezni, csak azért ugye elfoglaltak vagyunk mind a ketten a hétköznapokban. Meg messze van azért ez a békés Budapesttől. Ja. Segítsek? Lehet, hogy nem ilyen szalonát kellett volna menni zsírosabbat. Szóval? Igen. Ez már egyszer megvan. Akkor az is megvan. Nem is tudom, a tűz elkészült. Nem tudtok beletenni. Még nem tudjuk beletenni. Hát akkor lehet, hogy csináljuk akkor ezeken a nyársat, mert ugye Zoli egyébként csinál több nyársat is. Tehát ő sok nyársal készült. Úgyhogy akkor használjuk fel a többi nyársat, és akkor azokra teszünk a zöldséget külön. Jó, szóval. Jó. Hát valami meséljek békésről. Hát amúgy, de te békésen születtél. Békésen születtem. Kis születtem. Körös. Körös, maros. Van mi a fejünk? Hogy is mondjam, mi vagyok? Te nagyon nem jut eszembe. Viássalok területe, békés. A békésre. Kis születtem. Itt nőttem fel. És itt dolgozok. És itt készítem videókat, igaz, hogy otthon készítem így, de most egy különleges alkalommal, hogy ellátogatott hozzám Aradi Balázs, LTL-től. Nemzet tiszteltetés. Igen. A Budapest nem tudom, kicsit nagyobb, mint a Békés. Hát egy fokkal igen, mindenképpen nagyobb. De egyáltalán nem ilyen csendes és nyugodt. Hát? Mennyire adja a neve? Békés, tényleg nagyon békés az egész környezet. Hát most annak látszik, de itt is vannak néhezdőjök. Igen? Itt is sajnos. Hát nincs olyan nagy autóforgalmi Budapesten. Nincs metró, nincs villamos. Hát itt még kell épp állni, el tud bicitizni. A Pesten már nem lehetne. Te és neked volt zűröd egyébként? Itt békésen volt, hogy zűrbe keveredtél? Vagy ilyenek? Hát egy kép bár, mindig akar mindenhova. Közben csinálom a többi nyársat. Jó? Mindenhol vannak egy kis problémák. Igen. És merre voltál kirándulni, ami mondjuk a legjobban tetszett itt az országon belül? Vagy melyik hely? Volt olyan? Volt, de... Már egy kis hagymát közben. Debrecen. Szerintem igen? Budapest is elég szép. Ahol képes hogy is ilyen, látsz így. Lá, persze. Hát igaz, hogy itt békés egy körös van, nem nagy, valami nem nagy, mint a Duna. Hát és? De különben szanazunk is eljó itt nálunk a Békés megyében. Uh-huh. Nem van messze, van innen néhány pár kilométer. Uh-huh. Azt hiszem, 13 kilométer, közel 20 kilométer, itt van pártó végig megy a szanazunkról. Ez is jó hely.
Hát a szúnók egy szépen, az megindultak a szúnók. Békése van a szúnókos szános, az... Na jó. Na, bemegyünk a fűzbe. Várj, és akkor felszúrom ezeket. Mikor sütöttél utoljára szalonnát? Elrége. Én szerintem 10 éve. Meg is lehet valami. És akkor még nem szerettem a hagymát. Ilyesmi nem csináltam még. Hát én sem nagyon, de szerintem ez látszik. Ha nem baj. Nagyon régen sütöttem, tényleg gyerekkoromban volt ez. Jó, néz ki. Fullos. Te neki. Gyerekkoromban csináltam tényleg utóra. Rád nem húsos szalonnát kellett volna venni. Igen? Azt mondod? Csizsírosabban, jobban járkokon? Csizsírosabban, jobban. Hát figyelj. Ez legyen a legnagyobb probléma. Az a... Minden. Ez jó lesz, nem? Ja. Ükül, akarsz sütni ezeket? Hát nem. Úgy is megoldható, igen. Hát így is, aztán... Akkor most... hozom én nyások. Igen. De szerintem ezek elférnek egy nyáson. He? Persze. Igyekszem, nem hoztam olyan sok zöldséget azért, nem hozzám. Most akkor bevásároltunk, ki volt fosztva teljesen a bort. Akartam ilyen grillezett padlizsán, meg grillezett cukinit, meg ilyeneket, nem is voltak semmi. Mégis nem sok, nem nagyon volt feltöltve a boltunk, mint a nagyvárosokban, az a mai kisvárosokban. Igen. Ha úgy van, úgyis, hogy disznót vágnak itt, nem nagyon vannak úgy. Nagyváros jobban fel van töltve. Persze. Ez is jó megoldás. Mit szólsz? Jó, helyetet így, még nekem nem jutott eszembe. Na most így, ja, bár, meg ezekből is pakolok, hát még nem is a vérisítod. Jól látom, hogy is ilyen, mit ittam az ember. Micsoda? Nem ilyen van, de a jobb aprót itt tanul, mindig tanul ember valamit. Valakitől. Ez így van. Tömlős sajt? Az ott hattuk. Van. Én hoztam. Én készültem direkt. Tömlős sajtot tegyünk erre majd szerinted? Vagy majd a végén? Végén. Jó. Jó. Kenjük rá? Nem. Ha lehet, hogy rá, egy picit kenjünk, megnézzük. Ráig, nem? Ráig, nem? Jó. Jöjjt a vége. Aztán megnézzük. Várják. Ez nagyon komoly lett, csak nagyon rövid is, nem? Mi hozzam én? Hozzunk még egyet, nem? És akkor csinálunk többet. A másikat nagyjából nyugis a békés. És akkor szeretsz itt élni? Na nem nagyon. Munka lehető szempontából az nem jó. Jó a nyugis, de munka szempontából nem jó. Kell esetni munka szempontából. Nem nagyon lehet egy karriert csinálni. Ez túl vastag a fa. Nem nagyon jól néz ki a tiéd ott. Na, ez is, hogy honnan lesz. Bát is a leszet. Akkor ez a dámfogulat, ez is jó, hogy kis hely. Dámfog üdélyű köz volt. Most csöpök, most csak kedzentem. Aha. Nem is csöpök, nincs annyi zsírja. Húsosabb, ez nagyon jól néz ki. Na, az zsírosabb szaunát kellett volna venni. Régen sütöttem gyerekkoromban a szaunát leutóra. Csepög. Na, az a hiába, az a mai szaunák, húsos szaunák, nem zsír szaunák. Igen. Hogy bírod a meleget kalapba itt a tűz mellett? Mindjárt elolvadok. A videó kedvé, áldozatod, jó videó, hogy meghozom áldozatot. Ennyi. Nézők, szeretem, hogy kalapban vagyok. Azt szeretném, hogy legjobb a napszönben lennék. De most nem tudom megtenni, mert tényleg nem látnám a tüzet. Hát de ki napszönekben voltál, nem? De levettük? Nem, levettük. Visszavesszük. Jó. Tényleg nem zsír szalonna, húsos szalonna. De csak rendesen.
Az enyém az nem sokat készül itt a hajban. Jaj, artisom ki is eszett. Na jó, megtámasztom minket. Hát ez nem sok híjó. Hát húsos ahonnan. Szerintem minden meg is süt. Hát Zoli, ez rohadt jól néz ki. Jó? Nagyon. Sokkal jobban néz ki, mint az én nyársam, azt lássuk az éve. Jó az őt. Te győztél. Na most csopjuk nagyon, most kell kicsit, ne? Aha. Azaz. És itt most egy indukciós sütő. Most bassz... Ez már kész van lassan, nem? Kész, kész. Hát állítól azt mondták régi üregek, hogy jó, megsugarítól, hogy nem esik le, ahogy is hiány szalonna, akkor jó. Idősök se ég. Ők azt mondják, akkor abban van valami, nem? Lehet. Hát, hogy nem volna szabályító leesni. Aha, azt szerintem már úgy... Azt szerintem kész van. Kész? Hát nem? Kész. Akkor szerintem kész. Akkor kész is van. Na, megsütöttük a szalonnát, akkor most már jön a kóstoló. Jó, tényleg jó meg van sütve, nem fogy lelőni. Itt jaj. Jó, rá van ragadva. Az igen. Nem semmi. Tényleg egészen jó. Meg is kóstoljuk. Na, mi a vélemény? Na igaz, hogy kenőt nem álltál hozzá enni. Prima. Megyek, hozom a kenőt. Szerintem a dámfog, szigás volt a dámfogi üdőközvonnak felállása, hogy itt lehettük. Ja. Hm. Igen, nem semmi, nagyon jó. Hm. Igaz, hogy jól szólt a szalóra. Igaz? A végül sajnos tudja szikrász volt. Most állj meg vigyom lenyelj a anyagot. Ezért jöttünk gyakorlatilag. Na? Nagyon finom. Nagyon szépen megköszönöm. Alatti Balázsnak, ATL főszereplő, Sztárára, eljöhöző, elfogadta a meghívásomban. Ne túlozzunk. Nem sokat segítek. Nem sokat. Akkor meg is tudom, mert mit is mondhatok.
köszönöm szépen a Dánfogi vendégkörbe, hogy megengedték, fogadhatunk. Megengedték, és itt lehetünk. Köszönjük szépen. Hello, hello, sziasztok! Hello, hello, sziasztok!